Éppen sporttársaival melegít be Szitó Ervin, ultramaratonfutó. Nem kis feladatra vállalkoztak, csak nem 60 kilométert futottak le március 28-án Pécs és Szekszárd között. A futásnak jótékonysági célja volt, kis Barbarának egy fiatal tolnai nőnek gyűjtöttek, aki mellrákkal küzd. Útjuk során kis busz kísérte a futókat, melyen szerepelt a számlaszám, amire az adományokat várták. Én Szekszárdon dolgozok a kórházba, a szakrendelőbe, és egy nagyon kedves kollégám, őtől tudtam meg, hogy a lánya sajnos egy gyógyítható vagy gyógyíthatatlan betegségbe szenved most, és az ő gyógykezelésére gyűjtünk adományt. Amikor ezt megtudtam, egyből az első gondolat az volt, hogy a láb mindig kéznél van, úgyhogy így jött az ötlet. Rendkívül eredményes volt a jótékonysági futás, hiszen 500 ezer forint gyűlt össze kis Barbara gyógyszeres kezelésére. A lány 20 évet élt külföldön, nemrég tért haza. Azt mondja, szinte villámcsapásként érte, amikor januárban kiderült, hogy mellrákja van. Tudom, hogy mit kell csinálni, meg látom ezeket a dolgokat, csak ténylegesen, amikor veled történik, akkor éreztem, vagy akkor láttam, hogy akkor tényleg nem, tehát addig nem tudod a cipőjükbe képzelni magadat, amíg ez veled nem történik meg. És amikor veled megtörténik, akkor hirtelen az az első, ugye, ami nagyon sok minden átfut az emberen, és főleg ugye az az egy dolog átfut, hogy most nekem mennyi, az az annyi. A tumor jelen formájában jól kezelhető és gyógyítható gyógyszerek segítségével. Utóbbi a vérkép alapján elkészített magas hatékonyságú szer, amelyet jelenleg kizárólag az Egyesült Államokban gyártanak, három havi adagja átszámítva közel 6 millió forintba kerül. Ilyenkor el kell dönteni, hogy felfele vagy lefele. Tehát igazából, mint egy ilyen kétség állapot, igazából, hogy te most kijössz, vagy most a hanyatlás felé mész. Március elején a lány testvére indított egy adománygyűjtő oldalt, hogy segítsenek neki a gyógyszerhez és egyéb kezelésekhez szükséges pénz összeszedésében. Az első havi adagra mindössze 11 nap alatt sikerült összegyűjteniük a pénzt. A részletes információkat kis Barbara számára létrehozott Facebook csoportban találhatnak.